A Bonyhádi templomról, a Székelykapuról és a Városházáról is mintázott tűzzománc képek teszik Pünköst hétfőtől szebbé a Bonyhádi Zrínyi körforgalmat. Ez azért is fontos történés a város életében, mert ezáltal újabb szimbólum vált a település részévé. Pünköst hétfő reggele van. Hagyományosan a felvidékiek találkozóját ünnepeljük ilyenkor, imáron 26. alkalommal. Az idei évben kiegészült a program egy korai programkezdéssel, még a Szentmise előtt. Itt vagyunk a körforgalomnál, ahol gránittömböket helyeztünk el a virágok közé, és ezt a négy gránittömböt Sterkli Zsuzsa tűzománc festőművésznek a képei díszítik, ezt fogjuk most leleplezni. Minden település igyekszik a körforgalmát egyedivé tenni a saját településére, városára legjellemzővé. Remélem, hogy ezek az alkotások Bonyhádra legalább olyan jellemzőek, mint egyéb más városoknak a sajátjaik, és ugye a bonyhádiak is majd a sajátjuknak érzik. A felújítást, illetve ezt az egész beruházást egy Hungarikum pályázaton nyertük, és abból a forrásból valósítottuk meg. Sterkli Zsuzsa több mint fél éve dolgozott a most kiállított alkotásokon, reméli, hogy mindenki tetszését elnyerik majd. Az pedig, hogy immáron a város második pontján maradnak fent a kezenyomát viselő művek, hatalmas elismerésként éli meg. 12 darab kép készült Bonyhád város motivumairól. Az elmúlt több mint fél év, hát a múlt szeptembertől egészen már végig ezeken dolgoztam. Városunk nevezetes épületeiből hoztam össze egy talán szerencsés montást. Hát ez számomra fantasztikus érzés, mert hogy ez itt marad, mint a nyomorúság örökre, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez itt lehet bonyhádiként. Én őslakos bonyhádi vagyok, és mint ilyen lokálpatrióta, és nagyon szeretem, hogy ott van a Perccel dombon a Kálvária képeim is, az is nagyon jó, már ott van 96 óta. És most meg egy következő, hát ez valami fantasztikus érzés, úgyhogy köszönöm a városnak, meg teljesen el vagyok ájulva. Már amikor jelöltek tavaly előtt, maga a jelölés ténye is már egyszerűen boldoggá tett. De az, hogy a orvossal és világbajnokkal szemben vagy egyszerűen nem is hiszem el, mivel mai nap is, hogy ezt én kaptam meg, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott. Az ománc műves tehát az év embere lett, aminek jogosságát a mostani kollázsok egyértelműen csak megerősíthetik.